record on this computer. Figyelj már, neked a úgy van Ferenc Bálint, de a B az kicsi B-vel van. Hát igen, igen. Lesz egy-két szavam a zoomosokhoz. Amúgy nem tudom, olvastátok-e, hogy egyre több cég tiltja le az alkalmazottainak azt, hogy zoomot használjanak, mert ugye a kínaiak belenézhetnek ebbe a programba. Hát mi szerintem maradhatunk itt, mert mi úgyis feltesszük utána az egészet, hogy bárki bele. Felmerül a kérdés, ugye, hogy mondják, hogy a két legnehezebb nyelv a kínai meg a magyar, hogy olyan a kínaiak vetemetnek arra, hogy megtanuljanak magyarul, hogy valaki le tudja nekik fordítani, hogy miről beszélünk mi itt. Simán, simán. Én úgy vagyok amúgy, hogy nálam a Facebookon egy ilyen több mint 10 000-en nézték meg a videót, de most belegondolva lehet abból 9 000 kínai volt. Igen, és ez a 9 000 csak az a kínai, aki véletlenül ráklikkelt, nem is akarta megnézni, úgyhogy. Igen, igen. És lehet, hogy a kódot is lehet érteni kínaiul, és azt küldték el sokan ilyen álprofil alatt. Lehet, annak van ért. Amúgy... Hát köszönjük, nézzük akkor. Amúgy a kínaiak mondtad, kérdezted, hogy igen, tanulnak magyarul, mert... Zsuzsa, az én párom, ugye ő megtanult kínaiul, és ő tanult kínaiul a kínaiaktól, és a kínaiak tanultak magyarul tőle. Úgyhogy van ilyen. Van. Hát akkor viszont meg kell válogatnunk nagyon a szavainkat tényleg, hogy nagyon valami titkokat itt elmondjunk Magyarország terveiről, mondjuk a világhatalom átvételt illetően, vagy ilyesmi. Vagy egyáltalán igen. Magyarország földrajzi helyzetét meg tudják találni a térképen. Szóval semmi koordinátát nem fogunk ma mondani, az a lényeg. De akkor beszéljük meg, ha már virtuális kocsmázás, hogy ti mit isztok máma? Hát milyen jó, hogy mondod, meg se bontottam még. Én ma egy újabb kézműves sörözőt választottam, egy másikat, mint a múltkor a Road Beer-től ittam, most a Szent Andrásiaktól fogok, kettőt is ide készítettem. Nem ezzel kezdem, hanem a Bandibával. Ez egy amerikai IPA. Fú, nagyon jó. Nekem egyik kedvencem ez a kézműves söröző, mondjuk pont más, mint neked. Igaz. Tessék? Voltál náluk a sörözőben. Nem a sörözőben, sörözőben. Hát mindkettőben voltunk, ugye van a sörfőzde, és pont ott mellette, vagy hát ugyanabban az épületben van egy ilyen söröző is végül is, ahol be lehet ülni és fogyasztani. Tehát mindkettőt meglátogattuk. Érdekes volt, hogy van ez a dolog, ami így a kezedbe megáll, kis magok, azt taragad salala, és akkor kész a sör. Röviden összefoglaltad. Igen, bocsi. Péter szerintem nagyon sok technológiai momentumot kihagyott a sörkészítés. Kinyitok egy ablakot itt magamnál. Mi lenne? Ma reggel főztem volna 10 literre. Péter szerint az autógyártás meg úgy működik, hogy ott van a kezedbe a fém, meg a gumi, salala, és kijön a BMW. Négy kerékre rátesz-e valamit, az gurul. Nagyon fontos a salala, mint ilyen varázsszó szerintem. A salala nagyon fontos. Én csak fehér bort iszom, én mindig ilyen bort iszom, mert azt szeretem, de hátamnál látható egy ilyen bor szekrény, nem hűtött, de ilyen. Szóval, hogyha elfogy a borom, akkor onnan még tudok venni magamnak. Vannak nagyon jó borom. Elegednek, hogy végigkérdeztük a könyveidet? Tessék? Egymás tovább beszéltünk, bocsánat, mondja Péter. Nem csak láttam, hogy BFA hátteret változtatott, és kérdeztem, hogy akkor eleged lett, hogy a könyveidet kérdezgetjük? Én kijöttem a konyhába, mert láttam, hogy ti felvágtatok a könyveitekkel, én meg nem akarok beszélni a könyveimről, úgyhogy én inkább ilyen borokról beszélhetek. Például itt van egy nagyon bonyolult színkű bor, de nem is. Nagyon jól néz ki. Mondok többet róla, hogy nekem ilyen bor. Most, hogy elolvastam a könyvét, majd újra meg kell nézzem, miután feltöltjük a videót, és megállítsam, amit ennél a résznél. Igen, igen, igen. Még én sem megyek, úgyhogy... Ilyet választottam mára, ez egy monyó
sörfőz, de American Beauty, ez ami múltkor itt volt az asztalomon, de végül is a badárborát választottam, na most akkor ez, és be lett hűtve azóta. Egy ilyen csodálatos nő van rajta, gépfegyver lábú. És komment, nekem a poharam mondjam, amiből iszom a Szent Andrásit, úgyhogy itt minden nagyon mindennel összefügg. Majd a kínaiak dolgozhatják ezt az egészet, hogy mi, hogy van akkor, ki kivel van. Ja. Ennyi erővel igazán támogathatna benneteket a monyó, csak úgy szólok, hogy... Igen. Én várom minden nap az e-mailt tőlük. Vagy a futár inkább. Tényleg most biztos ti is felfigyeltetek erre, hogy nagyon sok ilyen felkérés vagy kérés érkezett, hogy támogatni ezt, vagy támogatni azt, vagy támogatni amaszt, ne talántán. Gondolom, ti is kaptatok több ilyet, nem? Hát vannak lehetőségek, hogy például mi lenne, hogyha bezárkoznánk egy okosházba, és akkor ott tesztelnénk az okosháznak a különböző adottságait. Csak hát amúgy is be vagyunk záródva ide, tehát innen elmenni egy másik helyre, hogy ott is be legyünk záródva, nem igazán értem. De lehet, hogy inkább elmész a hülye házadból az okosházba. És utána visszajövök a hülye házamba, és akkor olyan szarul érzem magam, hogy... Nem, visszajössz és megtanítod a házadat, hogy mit tanultál az okosháztól. Beszélek a hűtőhöz egy fél óráig, és nem csinálja a jeget, szóval ez frusztráló lenne. Inkább... Mondom, jég. Jég. Nagyon jó ez. Jég. Nagyon jó ez a sör. Igen. Ilyen. Megkóstolni és beleszeretni. Van ez a mondás. Béfé, azt van az a boros polcod ottan. Igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy azt mikor töltötted fel utoljára, hogy azokat például ma délelőtt vásároltad, vagy már 3 hete? Csak lássa, milyen gyorsan fogy. Nem ezeket. Várjál. Ti ezt arra kíváncsi, hogy voltál-e kint egyáltalán? Hogy betartod, maradj otthon. Nem, hát a naplóból tudjuk, hogy volt a Spárban. Igen, és ma voltam benzinkúton is, úgyhogy nagyon-nagyon rossz fiú voltam mostanában. De ezt a bort amúgy a bortársaságtól rendelem, úgyhogy ők kihozzák nekem, bármit lehet rendelni, és akkor kihozzák. De amúgy elég gyorsan fogy a bor, el kell mondjam. Én is sajnálom, de nem tudom... Arra lennék kíváncsi, mondtad, hogy írtad, hogy voltál a Spárban. Igen. Mik a tapasztalataid? Az emberek viseltek maszkot, kesztyűt, betartották a távolságot. És hogy van-e élesztő? Nagyon fontos. Én nem kerestem élesztőt, mert én nem tudok kenyeret készíteni, úgyhogy... Annyira nem... egyszerű. Annyira igen. Egyszerű. Komolyan. Igen. Úgyhogy nekem nincs ilyen jellegű tapasztalatom. Én egy listával megyek, mindegyik item, mindegyik cucc, amit kell onnan vegyek, az rajta van a listán. Ráadásul nekem úgy készítik el a listát, hogy pontosan Zsuzsa ismeri, hogy hol megyek be a Spárba, ott először, hogyha jobbra nézek, mi van, onnan mit kell leemelni. Úgyhogy én ott egy másodpercnél többet nem töltök, mint amennyit kell. Úgyhogy olyan volt, mint egy jól sikerült bankrablás, hogy ilyen 18 másodperc alatt kint voltam, nem találkoztam nénikkel, mert nem abban a periódusban mentem, fizettem kártyával, úgyhogy pénzt nem kellett megfogni, úgyhogy minden tökéletesen... Arra lettem volna kíváncsi, hogy hányan viseltek maszkot vagy kesztyűt. Mert én voltam egy piacon, itt a közelben, a Bikás Parknál a hétvégén, és nagyon rossz tapasztalataim voltak ilyen szempontból. Hát én viseltem maszkot és kesztyűt. Nem jellemző azt, hogy az emberek maszkot és kesztyűt viselnének, ezért amikor hazajöttem, mindent meg kellett mosni. Úgyhogy ilyen nagyon fura érzés, amikor a műanyag zacskóban a levő dolgok meg kellett mosni, de hát mi mindent megmosunk, még a jégkocka. Engem itt ez bosszantott, hogy mi beöltöztünk, hogy ilyen szkafanderbe, meg minden kesztyűkkel, és egyrészt az emberek kb. Egyharmadán volt maszk, kesztyű meg csak az eladókon, senki máson nem láttam, aki vásárolni ment. Idős, fiatal. Hallottam olyan piacról, TS, lehet akkor neked arra a piacra kéne menni, most nem tudom mi a neve, de utána nézek, ha érdekel, hogy előre megrendeled, hogy mit szeretnél venni, akkor autóba szállsz, elmész erre a piacra, ahol már ki van készítve a csomag, amit neked adnak,
kiszállsz, kinyitod a csomagtartót, visszaszállsz, oda beteszik neked a ládába a cuccokat, beadnak egy zacskóba egy papírt, ami a számla van, meg hogy, ugye, hogy mennyit kell fizessél, beleteszed a pénzt kiadott zacskóstól együtt, elveszik, visszajárót beleteszik, odébb gurulsz, kiszállsz, lezárod a csomagtartót, és jössz haza. Én ugyanezt a rendszert tudom, csak kokainnal. Hogy... Át kell ültetni a hasznos dolgokat, ez a tapasztalat. Igen. Megkeresem TS ezt a piacot, akik ha ilyen. TS lefagyott, nekem TS lefagyott, nem tudom, hogy nálad működik TS. Nálam sem működik, szerintem a... Most már csak magam látom. Na igen, TS újraindul, szerintem a gyerekek el... TS újra kapcsoltam. De közelebb jövök, lehet a netem egy kicsit akadozik, de most közelebb jövök a internet forrásához. Itt TS, ugyanúgy kint vannak a paprikáid, mint a tavaly? Hogy érted? Most igazából úgy van, hogy éjszaka bent vannak, és nappal kint vannak. Olyan, mint a gyerekeid lennének, hogy kell hordozni őket. Ilyen kis kényesek. És nem hagynak aludni éjszaka? Éjszaka nem, nem költnek fel sajnos, úgyhogy épp annyira nem... Figyelj már, mikor kell szobat? Kényesek. Én tavaly kaptam ti ezt a csípős paprikát, már nem tudom milyen fajtákat kaptam, de azért azzal a célra kaptam, hogy akkor készítsek csilit belőle, és körülbelül egy hétig utána, miután megőrültem, mikor kijöttem a konyhába, instant módon elkezdtem sírni, úgyhogy nagyon működnek azok a paprikák. Azok nagyon durvák. Igen, azok igen. Nagyon durvák. Igen, és megőrültem a konyhába, és akkor egy ilyen paprika felhő lett itt, és abban a pillanatban kinyitottam az ajtót, sírtam, és akkor mindig érzékűnyülve mentem vissza. Tehát kb. Olyan, mintha lettek volna gyerekek, csak én sírtam, nem ők. Igen, ezeknek a paprikáknak van ilyen nevük, nem? Az egyik igen. Az a nevű telenovella. Telenovella, nincs ilyen, én nem tudok ilyenről. Az már fontos. Jaj, mert hogy mindig sírsz, értem már, igen, igen. De milyenek vannak, mondd el, miket termesztettél? Idén egyfajtát próbálok igazából nevelni, az a neve, hogy Trinidad Moruga Scorpio. Húha. Van ilyen, hogy Big Yellow Mama, de azt megették a gombák, abból nem lesz semmi. Állítólag nagy, lesz sárga és mama. Nem tudom miért. Milyen durvák lehetnek azok a gombák, hogy képesek megenni a paprikát, hogy... Hát ezeket a kis palántákat eszik meg, amikor még ilyen kicsi kell kérni. Ja, értem. Akkor nagy, akkor már nem mernek közelébe sem menni, messziről elkerülik. De most a nehéz, mondom, gyerekkel is most a nehéz, Péter, hogy maradjon életbe az elején. Amikor 20 az első 50 mondjuk, év a nehéz, utána már könnyű lesz. Utána már elmegy ő maga az orvoshoz, nem kértek ilyet. Igen. Hát az, hogy van ez a mondás, ezt szükséges. Költözik. Elmondom akkor neked, Béfé, meg a pár ezer embernek, akik majd megnézi, hogy ugye az van, hogy ezzel a mondással jönnek embereknek, már idősebb a gyerekük, hogy kisgyerek kisba, kisgyerek kisgond, nagygyerek nagy gond. De ez hülyeség, mert a nagy gyerek lehet, hogy nagyobb gond, hogy akkor jó életet kapott a suliba, vagy rossz társaságba keveredett, de nincs az, hogy neked kell menni, hogyha kakilnia kell. Tehát ez már megoldódott, meg ha felébred éjszaka, akkor visszaalszik. És ez nem lehet mérni ilyen kis gond vagy nagy gond, mert az nagyon gyilkos, hogy éjszaka, nincs egy éjszaka, mert folytok. De lehet, hogy van ebben valami kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagy gond, mert például egy kisgyerek, hogyha eldönti, hogy bűnöző akar lenni, kisebb korában sokkal kisebb büntetteket képes végrehajtani. Tehát még nagy korában akár egy bankrablást, egy gyilkosságot, egy túszejtést is végre tud hajtani, addig egy 4 éves már nem tud olyan intenzitással azért a törvény rossz oldalára kerülni szerintem. Hát igen, meg nem is nagyon veszik be a bandákba, tehát érted, próbálkozom, meg minden, de azt mondják, még nincs 3 éves, hát akkor sajnos. Igen. Viszont nem büntethető egész, azt hiszem, 18 éves koráig, tehát ez lenne egy ilyen bankrabló bandám, csak 4 évesekkel dolgozni. Csak. Ja, tolnának ilyen kis talicska kokaint, érted, senki se tudná őket megállni.
Viszont, hogyha egy kisgyerek azt mondja, hogy ő bűnöző szeretne lenni, akkor még nem biztos, hogy az szeretne lenni, mert most olvastad te is, Béfi, a James A. Kesternek a könyvét, és ő mondja az egyik stand-upjában, hogy igazából ő ilyen beépített ügynök szeretett volna lenni kicsikorától, de hogyha elárulja kicsikorába, hogy ő beépített ügynök szeretne lenni, akkor eleve elrontja az egész karrierjét. Úgyhogy ő már egészen kicsikorától azt mondta, hogy drogdíler szeretne lenni. Úgyhogy amikor majd ügynökként beépül egy bandába, akkor azt tudják mondani, hát ez a gyerekkori álma, ez biztos, hogy nem beépített ügynök. Ezt néztem én is, ez nagyon jó volt, nagyon szerettem, igen. James A. Kester Netflixen 4 részből áll, úgyhogy bárki megnézheti. Nagyon repertoár az a címe, azt hiszem. Nagyon szórakoztató. Azt láttátok, hogy Louis C.K.-nek is jött ki egy új este, nem is Netflixen, hanem a saját oldalán lehet megvenni? 8 dollár. 7,99, főmész, kifizeted, és nézheted. Én még nem néztem meg, csak letöltöttem. Nem hallottunk erről. Ez az új este az lehet, amit láttunk itt Budapesten is? Én arra tippelek, hogy az, amivel igen, körbejárta most a félvilágot. Bezzeg, itt többet fizettünk, mint 10 dollár. 8 dollár. 8 dollár, annál meg jóval több. Igen, igen. Mennyivel közelebbről látjuk azért, ez nem semmi. És John Pace még mindig nem mondta le a fellépését, úgyhogy... Beszéltem a sráccal, beszéltem a szervező sráccal, azt mondja, hogy elhalasztják, de sajnos majdnem egy évig, tehát ilyen nem tudom, márciusban lesz, jövő március. Tehát ugyanaz lesz, hogy nem kapjuk vissza a pénzünket, hanem szurkolunk, hogy akkor egy év múlva ne legyen ugyanez. Azért szurkoljunk, mert ugye az az estjének a címe, hogy az utolsó esély, hogy élve lássuk őt. Igen. Azért szurkoljunk, hogy jövő ilyenkor nehogy egy koporsót toljanak be, hogy tessék. Hogy tessék. Igen, igen. Lehet nézni más forintért. Köszönjük. De már évek óta ez a szlogenjük. Mondtam, hogy én láttam Londonban Monty Pythont, mikor még mindenki élt, kivéve Graham Chapman, és akkor is ugyanaz volt a szlogen, hogy az utolsó lehetőség, hogy élve lássuk őket, és Terry Jones tartotta magát a dealhez, hogy ugye meghalt, és most olvastam, John Pace írta, hogy milyen ügyesen Terry Jones még a koronavírus járvány előtt halt meg, hogy a temetésén nagyon sok ember részt tudott venni, bezzek, hogyha most hallottam, meg akkor csak a szűk családi körre mehetett volna, úgyhogy Terry Jones előrelátó volt, és így kell ezt csinálni, úgyhogy ez a helyzet. Mikor, hány éves korukban kezdték el ezt a műsort, hogy utolsó esély meghalsz, hogy nekünk, mi mikor kezdhetnénk el ezt? Lehet, hogy jövőre már mi is elkezdhetnénk ezzel kampányolni. Hát, hogyha én ezt mind megiszom, akkor lehet, hogy holnap. Szerintem azt mind meg fogod inni, csak nem ma. Igen, igen. Lesz most ugye ősszel az Erdély turnénk, ha minden igaz. Lehetne annak a címe ez, nem? Nem, még reménykedünk, úgy vagyunk ezzel, hogy... Nagyon tetszett az egyik hozzászólás, ami YouTube csatornánkon írta valaki, egy szó, Szomszéd Méri. És arra gondoltam, ez akár turnécím is lehetne. De ezt most így egy pársor után mondom, lehet, hogy utána már, holnap már másképp látjuk. De hát akkor is tetszett neked, gondolom, amikor olvastad, vagy akkor is itt áll előtte kettő? Nem emlékszem. Akkor lehet, hogy igen. Sanszos, hogy igen. Igen, feltűnően sokan nézték meg az előző videót. Le a kalappa, én nem gondoltam volna. Jó, hogy nem fogadtunk. Nagyon sok kódot kaptunk, már kaptak azok üzenetet, akik nyertek belépőket az előadásunkra. Úgy tűnik, hogy igen, az emberek végignézik a videóinkat. Hát hajrá, hajrá ennek a videónak. Úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben lehet megváltozott az emberek ilyen fogyasztási szokásai. Nem tudom, például Béfi, lehet azért nem gondoltad, hogy ennyien megnézik, mert te nem mikor néztél, vagy hallgattál meg utoljára egy órás beszélgetést valakivel. Én emberekkel nem hallgatok egy órán keresztül. Tehát, élő emberekkel? Élő emberekkel, hogy előttem vannak, és egy 16 perc után mondom nekik, hogy akkor én most mennék, mert... Hogy majd azért nekünk az légy szíves, hogyha egy avatár jelenik meg itt helyetted is, és nem te vagy itt.
De amúgy az volt, és többen is írták azt, amire én tippeltem, hogy nem feltétlenül nézik ezt, inkább hallgatják. Tehát vesztek a lakásba, megy ott a laptopon, vagy számítógépen, vagy valahol telefonon, esetleg ránéznek, de miközben jönnek-mennek, akkor az mint egy podcast, ott van a fülükbe. Szóval akkor teljesen hiába mostan meg a hajam most először. Nem, mert én azt nézem, hogy... Ez a csendét a háttérben. Igen. Amúgy mosogattam, ne tudjátok meg, hogy egy halom mosatlan volt a háttérben, úgyhogy csak ezért mosogattam. Teljesen fölöslegesen. Teljesen. Igen, mert tökre kitakartad a válladdal, tehát szerintem... Igen, ilyen hihetet. Sőt, hogyha kicsit felemelkednék, akkor... Tényleg a fodrászattal mi a helyzet veletek? Voltatok fodrásznál azóta? Március 12? Képzeld el, hogy én nem voltam fodrásznál, hanem Bori levágta nekem a hajamot, és hát na, elég. Én meg vagyok elégedve, amúgy sem vagyok nagyon igényes, ami a fodrászatot illeti, és felajánlottam cserébe ezért, hogy levágom én is neki a haját. Volt időpontja egy fodrászhoz, de az így elhalasztotta meg most, megváltozott a helyzet. Nagyon ellenkezik, de nem értem, hogy miért. De figyelj, T.S., ott elől úgy láttam, hogy nagyon megcsúszott azért a keze. Kacagjunk, mekkora poént, mondott Péter. Igen, elől leborotválta. Egész így a szemöldökömig volt a hajam, és felborotválta így. Azt mondta, hogy divatot teremt ezzel. Egyre sötétebb vagyok, én keresek valami fényforrást itt magamnak. Nyugodtan. Én pont akkor voltam fodrásznál, amikor elkezdődött az egész dolog, úgyhogy nekem most akkor ezzel a Lego frizurámmal nem kell, ezhoz menjek 3 hónapig. Úgyhogy. Én is úgy készültem, mert ugye a Sóder Klub felvétel lett volna még 17-én, és előtte való nap 16-án úgy volt, hogy meg is lesz tartva, csak akkor jött ez a kormányrendelet, hogy nem 100 fő alatti rendezvények maradhatnak, hanem minden kuka. Uh-huh. És akkor én is elmentem szépen, megnyírtam magam, de végül is ott tartok, hogy én is bevállalom, hogy Anna majd átmenjen rajtam, mert egy idő után már ez sok lesz. Uh-huh. Béfi, neked ott a kutyád lehet. Annyira elrontam. Szerintem sok ki lesz az utcák, miután lejár a karantén, akiket a feleségük nyírt meg, és akkor lesznek ilyen vicces frizurák még. Hát de láttátok, Kőhalmi Zolival mi lett? Igen, levágatta a haját teljesen nullára. Teljesen. Géppel nullára. Tehát nem borotva, de azért az kemény. Igen. Én is volt, hogy fogadtam így egyszer, 8. végén, és arra készültem, hogy lesz fotó, úgyhogy itt virizáltan áll a fotón, és most jogi én megkopaszon, ott állok. Megnyertem a fogadást, mert az volt, hogy bevállalom, vagy nem, de elég nyomorultul nézek ki rajta. Ezt én nem értettem, mert közben átváltott a... Nálam is akadodott, nem csak nálam. Elmondom. Elmondod még egyszer, hogy... jó, ha ragaszkodsz hozzá, akkor persze mondd el, hogy... 8. végén lenyírtam a hajam kopaszra fogadásból. Igen. Amivel megnyertem a fogadást, viszont ugye az évzáró fotón nagyon nyomorultul néztem ki. Értem. Mert ezzel nem számoltam, hogy ez pont jön 2 nap. Mi volt a fogadás másik oldala, hogyha nem vágod le, akkor mi lesz? Mert szerintem nagyon sok minden inkább azt választottam volna. Pénzbe fogadtunk. Ó, egy már érthető. Mi másba? 10 lej. Hát nem, onnan indult a dolog, hogy nem mered megcsinálni. Hát mondom, hogy nem merném. De nem mered. Na figyelj! Nekem egyszer volt rövid hajam, amikor megtanultam hasábborgonyát sütni. Csak itt olyan megtanultam volt. Tehát egy jó tanács mindenkinek, hogy ha ég az olaj, akkor azt nem vízzel kell eloltani. Ennyi. Miért? Hát mert leég a hajad, ugye. És azért, mert csináltam hasábburgonyát, sütöttem a tegnap is, és mai. Aha, és szóval ez égett, és akkor így fellobbant a tűz, és akkor arra vizet tettem, és akkor utána a következő fázisban úgy már nem zavart, hogy ég az olaj, mert a hajam is égett, és akkor rohantam a fürdőszobába, és
És mondtad, hogy jaj. Igen. És akkor hány éves volt a legkor? 4? 14. És akkor mindenkinek kellett magyarázkodni, hogy akkor leégettem a hajam, és... Béfi, miért ég a hajad? Át, már meséltem sokszor, hagyjatok. Már szalmak, mint Péter. Igen? Így otthon vagytok, Péter, így nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy te mondjuk így virslin, meg esetleg parizeres, vajas kenyerén kívül mást is főzöl. Hogy előfordult így a karanténba, hogy főzt, ami összetettebb dolgot is. Nekem van itthon feleségem. És mindent rábízol, minden nap ő főz. Aha, és semmit nem főztem. Semmit. Akkor jól gondoltam. Akkor igazából egy ékes bizonyíték annak, hogy mégiscsak elég jól ismerlek. Elárulom neked, hogy a virslit se főzöm, amikor készítem, csak mikrózom. Ennél egyszerűbb virsli elkészítés nem létezik. De kibontod az... Kibontom a csokolást, beteszem a tányérra, tányért be, 3 percre főhúzom, de a fülemmel hallgatom, hogy mikor durran az első. És ott le lehet állítani. Ez a technika. Van sok ilyen technikát, indíthatnál blogot ebből. Pontosan. De figyelj, ti főztök, ti szoktatok főzni? Persze, én most fogom oda tenni, ebben hal van például. Vagy igen, vagy nem. Ugye, bármi lehet ebbe, ugye? Azért nem Béfét kérdeztem, hanem téged, mert tudom, hogy Béfét szokott főzni. Én nagyon szeretek főzni, szerintem nagyon, nagyon fasz a dolog, amikor... Én azt tanácsolom Béfét csak így magunk között, hogy a kokaint ne tedd be a sütőbe, jó? Tehát az, remélem csak egy poént akart lenni, hogy betesz. Vagy hogyha ég a kokain, akkor ne vízzel locsold meg. Semmiképp. Hanem szuszogjál a levegőbe. Próbáld meg. Én egyedül sztékeket nem tudok készíteni, mert nem tudom, hogy kell ezeket fűszerezni, vagy honnan kell levágni, és mit. Max olyat tudok, hogy elő van készítve, és akkor rá kell tenni oda az ilyen égő valamire. Én azt hallottam a sztékeknél, nem vagyok szakértő, de hogy ezt nem kell fűszerezni konkrétan, tehát pácolod sok ideig, de amikor beteszed a sütőbe, akkor az ilyen 10 másodperc alatt gyakorlatilag kész van. Uh-huh. Hát igen, de a pácolás is valójában az ízt ad neki, az fűszeres valami, gondolom. Ahogy hetekig pácolják, nem? Meg meséltél valamit, Péter, hogy ottan 12 hónapig pácolják valami étteremben, Londonban. Voltam Londonban. A 10 percet azért ellensúlyozza az, hogy egy évig kell pácolni. Rosszul hallik a hang, de legalább a kép sem megy hozzá, úgyhogy nem tudom miért. Na. Péter akadozik, hogy... Én vagyok a gyenge láncem, azt akarod mondani? Igen, most télsz közelebb jött a házhoz, ő nagyon jól hallatszik, te viszont pedig ugyanott ülsz, mint a múltkor, csak nem kapcsoltad fel a villanyt. Nem kellett volna a legolcsóbb csomagra előfizetni az internetnél. Na azt képzeljétek el, ez hihetetlen. 2020-ban, de tavaly se volt már, ebben a részben, ugye nem messze a Bakcsomópponttól lakunk, tehát egyáltalán nem mondanám, hogy ez világ vége, hanem Budapest, ugye, és 2020, és 50 megás csomagnál nem lehet nagyobbat itt, nem lehet nagyobbra előfizetni, mert egyszerűen nem bírják a kábelek. Aha. Nem tudtam, mekkora a fajsúlya az internetnek? Mondjuk 1 méter internet milyen nehéz? A 0,5 kiló, nem tudom. Attól függ, hogy mit töltesz le, mert ha pornó, akkor nehezebb. De ha csak indexet... Hát most meg mi más történének az emberek, amikor ingyenes lett? Igen. Nekünk hát nem ilyen... tudom, nekem is fura ez. Nekünk oda, hogy ilyen... ülnek ki az oszlopok. Nekünk ilyen szuper korlátlan internetünk van, és azt vettem észre, hogy mióta ez a helyzet van, sokkal jobban megy. Tehát vannak bizonyos oldalak, amiket szoktam látogatni, és amik régebben nem működtek olyan zavartalanul, most azok zavartalanul működnek például. Mondj egy ilyen oldalt. Például torrent oldalakra gondolok. Igen, amely... ott számít a
sebesség. Amelyek régen korlátozva voltak, és akkor most gondolom hoztak egy ilyen döntést, hogy leszarjuk, töltsenek le az emberek, addig is otthon ülnek, nem tudom, hogy például az Encore az ami régen... Van más probléma most, mint üldözni ezeket a... Igen, régen csigallassúsággal mentek ezek, és most egy gyerek lett közben. Annyi ideje tart ez a karantén, közben lett egy gyerek. Annyi ideje beszélgetünk, hogy közben lett. Igen. A piacon hozzácsapódott, nem? És mondja, jó van, gyere. Azt mondják, Szabolcs, nem tudunk visszaadni 5000-ből. Hát akkor itt ez a gyerek. Elviszem. Ó, Istenem. A Péter mondhat, hogy... Ez olyan, hogy mindenki itt lefagy hirtelen. Igen. Olyan, mikor rokonlátogatáson vagyunk, és ott is szóba jön a gyerek téma, akkor így kussolunk. Igen, például ez a beszélgetés azért valósult meg ilyen későbbi időpontban, mert Péter, te mondtad, hogy fürdetsz. És most szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e a fürdetés akkor. Hogy először is több kérdésem lenne, hogy kit fürdettél, és... Mennyire volt koszos? Hány réteg kosz volt a babán? Milyen gyakran csinálod ezt, hogy... Elárulom nektek, bármennyire is fura meg érdekes téma lehet, de naponta fürdetjük a gyerekeket, nem feltétlenül annyira koszosak, hanem azért, mert... Szokják a vizet. Nem tudom, miért van ez, de ez egy ilyen jó rituálé, hogy akkor elkezdődik az este, ugye, kis vacsora, most már Lilla is eszik kanállal, ugye, elmúlt 7 hónapos, sőt. Azért kell fürdetni, mert így össze-vissza. Igazság szerint szeptember 9-én született, 1:09, tehát még végül is pár órára vagyunk attól, hogy a 7. hónap betöltse, de most már eszik kis kanna, lehet ételt tenni a szájába, ügyesen lenyeli, tehát nem csak kitolja a nyelvivel. Na mindegy, lényeg vacsora, és akkor utána fürdetés, amikor egy picit belazul, benyugszik, és akkor könnyebb letenni utána aludni. Tehát egy alvás előkészítés, és egyre nehezebb fürdetni, mert egyre erősebb. És a víztől nyugszik le, vagy a maga a surrolástól? Nem tudom, a fürdés az így surroljátok a gyereket bizonyos dolgokkal, vagy ez ilyen, mert... Hát a babáknál nagyon-nagyon fontos, hogy kialakuljon egy rendszer. Aha. Hogy ugye, mint egy rituálé, hogy akkor ezután jön ez, azután az, és utána alvás. És akkor nem csak az van, hogy akkor egyszer csak alvás, és nem is annyira az idő van betartva, tehát most 10 perc, 20 perc toldás ide-oda nem annyira számít, de maga az, hogy akkor most van a vacsora, utána a fürdetés, és akkor ő már felkészül arra, hogy akkor most az altatás jön. Uh-huh. Mert így megmondani még nem lehet, de hozzászoktatni igen. De ez működik csak gyerekekre. Igen? Akkor ne felejtsd szavadat, ahogy nagymamám szokta mondani. Szurolás jut eszembe, hogy azért minden párkapcsolatban van egy olyan pont, amikor a simogatást átnevezik surolásnak. Nem tudom, hogy nálatok ez eljött, vagy mikor jött el. Tehát amikor mondjuk Zsuzsa nem azt mondja, hogy jó, hogy megsimogattál, hanem azt kérdi, hogy miért súroltál meg? Nem, mi soha nem simogattuk egymást, tehát még nem tartunk ott sem. Úgyhogy mi először várjuk, hogy eljussunk a simogatás fázisba. Mi már túl vagyunk azon, hogy miért súroltam meg. Mi most még beszélgetünk egymással, ahogy mondtam a beszélgetés elején, max. 16 percet, és akkor utána ott hagyjuk egymást. Nem, azt akartam Péter mondani a gyerek surulásra. Lehet menjek elnézést kérni a barátnőmtől, mert hallotta, hogy mit mondtam, és most meg kellett igaztaljam. Oké, folytathatjuk. Csak hogy Péter beszélt a rituálékról, hogy a gyerek megszokta, hogy akkor ezután ez, és akkor alvás. Ez nálunk is így működik. Én filmet iszom és alszom. Szóval ez a felfelekül is így működik. De te se alszol csak úgy magadtól, tehát kell ez a hármas. A szent persze, hármas. Persze. Ki kéne próbáld, Béfő, hogy fürödsz minden nap, látj, lehet, hogy könnyebben elalszol. Lehet, igen. Elalszom a kád. De kéne valaki, aki megfürdet. Apukád megfürdet, és utána
Utána jön az alvás. Hát, hogyha minden nap apukám megfürdetne, akkor nagyon nehezen aludnék szerintem. Többször felriadnál éjszaka. Pont mint Lilla, hát ez hihetetlen. Ő is többször felriad éjszaka. Nocsap, miért is? Itt a megoldás. Az összefüggés. Lenne annyit fürdetni, és akkor egyszerűbb lenne. Figyelj már, TS, el akarod mondani ezt a súrulás dolgot, vagy inkább akkor most mellőzzük? Hát elmondtam már. Elmondta. Azt mondtam, hogy van sok kapcsolatban egy ilyen pont, amikor átváltozik a... De mi az a súrolás? Mert nekem még nem. Tehát én ez még a dörzsölés másképp. Hát például így csinálsz, vagy már most, ha a podcastet hallgatják takarítás közben, akkor képzeljék el, hogy így a kezemmel így végig simítok, így finoman az arcán, és akkor azt kérdezi, miért súroltál meg? De figyelj, TS, erre tudod, mi a nagy segítség? A kézkrémmel bekened a tenyeredet. És akkor nem lesz ilyen érdekes. Ó, tehát érdekes, hogy te is ugyanabba a táborba iratkoztál be, amiben a barátnőm van, hogy engem hibáztatsz. Hát igen. Köszönöm szépen ezt neked. Én csak ebből azt a következtetést mondtam le, hogy TS annyi ideje ül otthon, hogy elkezdte önmagát simogatni kamera előtt, mint láttuk, 15 másodperc ezelőtt. Péter meg aktívan hidratál, keni a kezét, úgyhogy hogy egyre... Nagyon megváltoznak a szokások, úgy látszik, egy ilyen helyzetben. Egyre sikamlósabb. Én meg mindenhol ilyen virágokat... Rendeltetek újabb. Igen, rendeltetek ezek virágok. Új virágok, hogy nekünk életünkben ennyi virágunk soha nem volt, szóval mióta nem szabad kimenni virágot venni, azóta virágok jönnek hozzánk. Figyelj, Béfi, ez is a spáros listádon volt rajta? Nem. Nagyon sok mindent lehet online rendelni, és virágot is, ugye, mint kiderül. A futár meg is Ermár mondja, a futár, hogy megint megyek a virágosokhoz. Az a durva, hogy mindig más jön, és... Mert nem hiszik el, mert egy elmeséltem, hogy valaki rendelte egy csomó vágott virágot, az összes többi futár ott a központban, azt mondta, én is akarok menni következőbe, add lá! Nem, szerintem ezek azt gondolják, hogy ti nagyon sok ballagásra mentek. Olyanban azért viselek maszkot, nem azért, hogy nehogy elkapjak valamit, hanem azért, hogy nehogy felismerjen a futár, hogy megint virágot rendeltem, igen. De ez nagyon jó, írtad, hogy ha felismernek maszkba, vagy nem ismernek fel, ugye milyen jó. És velünk is megtörtént, voltunk azóta, mióta legutóbb beszélgettünk, biciklizni. Uh-huh. És ha meglepően sokan voltak, mondom, bicikli nem kapod el, ugye. És találkoztunk, leszálltunk, egy adott ponton sétáltunk, egy ismerőssel, ő nem viselt maszkot, akivel nem akartam beszélgetni. Aha. De már fel voltam készülve, meg kell állni, akkor hát kezet nem fogunk, de nem ismert meg, elment mellettem. Úgy örültem, tehát lehet, hogy fogok hordani maszkot a karantén után is. Aha. Michael Jackson, ő is ezért hordott szerintem. Micsoda megkönnyebbülés. Most nem mondom el a nevét, mert akkor ugyanott vagyok, mint az előtt, tehát akkor meg lesz sértődve. Az a barát, akivel sohasem akarsz találkozni, de mindig főbukkan. Ahogy olvastam valahol, hogy lehet, hogy ez az, hogy nem fogunk kezet, az... nem tudom, ha véget ér a járvány, ugyanígy megmarad. Tehát úgy, ahogy nem tudom, 48 után nem kocintottunk sörrel, nem tudom, 100-150 évet, a továbbiakban nem fogunk kezet, ami nem tudom, hogy ennek most örüljek, vagy ne örüljek, hogy akkor ez jó, vagy nem jó, mert van, hogy néha jó dolog kezet fogni, de nem mindig. Hát már a karantén előtt is azért nálunk is több kolléga volt, hogy ez az ökölkoc volt a kézfogás helyett. Lehet, hogy akkor ez bevezetik, vagy ez lesz helyette. Hát, hogy a wuháni köszönés a lábbal. Hát az azért egy fasság. Tomptön rúgod a másikat, vagy hogy? Nem rúgod, csak a... Kitaláltam valamit. Valaki kitalált valamit valakinél, egy gyerek. És engem
Érdekel, hogy mit. Ti hallod? Igen, zavaros. Akadozott, amit Péter mondott. Igen, de valami gyerek beordibálta, hogy kitaláltam valamit. Azt hiszem, ilyet, lehet. Igen, de az egy párhuzamos beszélgetés, nem ide tartozik. Több gyerek van, és egymás között beszélgettek. Gondoltam, hogy valamelyik gyerek úgy érzi a társaságodban, hogy fel tudnád dobni ezt a Zoom beszélgetést új témákkal. Készfogásról lehet, hogy vannak új elképzeléseik. Ők a következő generáció, nekik kell majd elmagyarázni, hogy miért nem fogunk ezzel, amikor az összes filmben azt látják, hogy az emberek fogdossák egymás kezét. Igen. Ez vicces. Érdekes, hogy ugye beszéltük a múltkor, hogy fog-e változni így a művészetek, majd biztos, hogy fognak reagálni erre a helyzetre. Én már láttam egy festményt Facebookra, Szentes Zágon, talán Csíkszeredai, és a festmény címe Pandemaci. Nem is kell többet mondani. És akkor nem egy pandemaci van rajta, hanem egy ilyen klasszikus ez a barna ilyen játékmackó, csak egy zűrben van, meg akkor a tüdeje látszik, meg hát ilyen elvont egy kicsit. Uh-huh. Úgyhogy már letett egy alkotás. Hát nem egy biztos nagyon sok, de egy, amit én is láttam. Én nagyon remélem, hogy ez hallatszik, amit te mondtál, mert én nem hallottam. Én hallottam, nekem átjött hihetetlen. Az akadó embernek átjött. A jó, mondjuk akkor... a szegéped rögzíti szóval, amit te hallasz, az lesz meg. Oké. Okay. Nem tudom, ugye T.S. beszélt a festményről, hogy egy... Azt hallottam, a végét nem hallottam, csak lassan olyanok leszünk, mint ilyen három öreg ember, hogy nem hallom, mit mond. Hangosabban beszéljen, hangosabban. De a medvefestményről jut eszembe. Emlékszel, Béfi, hogy voltunk, hogy volt az... Sepsiszentgyörgyön. Beugrottunk a turné alatt 2 évvel ezelőtt, talán az a kiállításra, és milyen jó festmények voltak. Volt egy medve lézerágyúval. Pontosan. Nem, Gábor Áronnak a lézerágyúját néztük meg. Igen, az meg egy medve is volt, aminek volt a hátára szerelve. Nagyon jó festmények voltak azok. Igen, és azóta is meg akarjuk vásárolni azokat a festményeket. Értünk is e-mailt, csak aztán nem válaszoltak. Én le is beszéltem velük meg minden, csak ugye megszűnt az a kiadó, aki képregényeket is adta ki, meg minden, és rajzoló készítette ezeket, és úgy volt, hogy akkor találkozunk velük a turné alatt, de aztán nem jelentkeztek. Szóval. Na, hogyha a Sepsiszentgyörgyön valaki látja ezt a videót, és ismeri a festőket, grafikusokat, akik a Fantomatika nevű képregényt amúgy rajzolták, és amúgy ezt a két festményt is, amiről beszélünk, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, mert minket még mindig érdekel az a két kép, úgyhogy meg venni, ezáltal is támogatva a, nem tudom, vizuális művészeteket. Sajnos a képregényt már nem tudjátok megvenni, mert én kaptam ajándékba, képzeld el, komasszonyom, na mondjam így, tól egy éves előfizetést a Fantomatika képregényre. De sajnos nem érték meg az 1 évet. Sajnos nem volt annyi vásárló, hogy nem tudom hány szám megérkezett, és aztán egyszer csak érkezett. Lehet, hogy akkor többet nem adnak ki. Aha, nekem megvan az összes szám. Ilyen hirtelen abban maradt az összes történet, úgyhogy soha nem fogom megtudni, hogy mi lesz. De mennyi az összes szám? Nem tudom, 6 vagy 7 darab. Olyan. Igen. Hát 5 mondtam volna, hogy 5 fölött, de 6-7. Uh-huh. 12-nél kevesebb, az biztos. Mindenképp. Ja. Tényleg ilyen történetek, nem tudjuk meg a végét. Volt kérdésem, emlékeztek-e? Beszéltük még a múltkor, még mielőtt az elsőt elkezdtük, hogy akkor készülünk valami, nem tudom, témákkal, vagy kérdésekkel, ha ellaposodna az egész. Nem laposodott el, de ettől függetlenül én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit olvastok mostanában. Könyvtáros, T.S. a könyvtáros, aki egy könyvtárban lakik, úgyhogy válaszoljon ő, hogy T.S. nem házat vett magának, hanem egy közkönyvtárt megvásárolt és beköltözött szerintem. Meraktam egy kanapét. Igen. Igen, bármi érdekes, hogy nem... ilyen papírkönyvet olvasok most, mert Tóth Edu rakta ki, hogy az Agavé könyvkiadó, aki kiadta az ő könyvét, amit nekem nagyon tetszett, az, hát
kirakott egy ilyen posztot, hogy így bajban vannak ők is, és akkor nagyon nagy kedvezménnyel árulják a könyveiket. Úgyhogy meglátogattam a weboldalukat, és e-bookokat vettem tőlük, 4 is, és akkor azokból olvasom most, hát bármilyen furcsa, a 2 pápát olvasom most. Én nem láttam a filmet, de Bori megnézte, és mondta, hogy nagyon jó volt a film, és azt mondtam, hogy hát akkor most elolvasom, mielőtt megnézném a filmet, úgyhogy pápákról olvasok meg, keresztény, meg teológiáról, meg ideológiákról, így esténként. Nagyon jó hangzik. Nekem érdekesnek tűnt a film, de hát ugye amennyi idő van rá, az... És te, Béfi, befejezted már a Ékeszter könyvet? Ugye az volt legutóbb? Igen, azt gyorsan befejeztem, az nagyon szórakoztató volt. Utána elkezdtem Umberto Eco-tól a Tegnap szigete nevű könyvét, ami annyira nem izgalmas, úgyhogy... Most a bankkártyámat olvasom, mert nagyon sokat rendelünk ugye online dolgokat, például virágot. Most volt először, hogy unatkoztam, és elolvastam minden információt, ami a bankkártyámon van, és ilyen nagyon szórakoztam, nagyon vicces volt, hogy a bankkártyámon van egy telefonszám, hogyha ellopják a bankkártyámat, és le akarom tiltani, akkor azt a számot kell felhívni. Úgyhogy... Nagyon ötletes. Ugye, hogy nem tudom, hogy akkor kell beszélni a tolvajja, hogy akkor, ha el akarja lopni, akkor utána hívjon fel, küldje át SMS-be a számot, hogy akkor le tudjam tiltani, de minden esetre. Én ilyen rövid dolgokat olvasok, hogy lift szabályzat, hogy akkor pontosan hogy kell beszállni, bankkártyát, használati utasítást, a borszekrényet. Látszik, hogy a borszekrényem az nem egy túl bonyolult borszekrény, tehát az IKEA-ból lehet venni, 12 darab fát össze kell dugni, de most először életemben elolvastam a használati utasítást, hát hogy lássam, hogy jól rakom össze. Úgyhogy én most ilyen rövid irodalmat olvasok, mert a hosszú, amit elkezdtem, az unalmas. És én eddig nagyon sokat szemben... mondhatni. Igen, én mindig végigolvastam a könyveket eddig, például a 2666-ot, pedig hát az egy tudás, igen. Mi az? De... Mondd már, az egy évszám. Én is végigolvastam sajnos, és hallottam olyant, akinek nagyon tetszett, és azokra az emberekre azóta is egy kicsit így furcsán nézek. De mi ez a 2666, ez az évszám, vagy pedig az oldalak száma? Ez... Béfé, várj, mondjuk azt, hogy ez egy kurva jó könyv. Péter megírja elolvasni. A 2666 az az idegszálaimnak a száma, ami tönkrement, miközben olvastam ezt a könyvet. Én rákeresek. Jó, mindenki megírja. Roberto Bolano. Szóval... Roberto Bolano, nem? Igen. Egykor még úgy éreztem, hogyha egy művész, vagy egy író, vagy bárki megírta, akkor nekem kutya kötelességem. Elolvasni, hogy lássam. Aztán legfeljebb a végén elmondom, hogy szar vagy nem szar. Na most már úgy vagyok ezzel, hogy nincs annyi időm, úgyhogy a szar könyveket abba hagyom. Úgyhogy... De Béfé, én tudom, hogy még egy ennél is durvább könyvnek nekifogtál, azt nem fejezted be. Igen, azt abba hagytam. Infinity Jeff. Az a... Végtelen tréfa. Végtelen tréfa, igen, a végtelen tréfa. Azt azért kezdtem el olvasni, mert Litkai mondta, hogy hát neki megvan az a könyv, és akkor gondoltam, hogy hát ez végtelen tréfa, hát ez kurva jó lesz. Én is megvettem, én is elkezdtem olvasni, és akkor legközelebb találkoztunk, mondtam Litkainak, hogy hát amúgy én abba hagytam, és mondta, hogy hát amúgy ő is, úgyhogy az a könyv, ami mindenkinek megvan, és senki sem olvasta végig. De figyelj már, a képregényt is abba hagytad, az X-ment a turné alatt. Igen, és te voltál tanulja, hogy kidobtam a kukába. Hogy ilyen vad vagyok mostanában, hogy... Egyébként Litkai könyvajánlásairól egy történet. Én úgy vagyok, hogy ami könyvető ajánl, hogy érdemes elolvasni, azt én biztos, hogy elolvasom, mert az nem lehet rossz. Aha. És eddig nem is volt egy rossz. Ha akartok látni akkor egy újabb gyereket, akkor itt van még egy. Ő már egy kisfiú. Úgy, jó. Na. Most beszéltégetek. Jó, most. Szia. Mars. Vagy maradjál, ha szeretnél. Na, szóval egyszer egyik ilyen sörözés alkalmával ajánlott egy izlandi krimi írót, és akkor próbáltam megjegyezni a nevét, ugye milyen bonyolult neveik vannak,
és akkor sétáltam a könyvesboltba, legláttam ezt. Írsá, Sigurdar Dottir, meg is jegyeztem, mondom, ez az, amit ő ajánlott, megvettem, és elolvastam úgy. Hát a harmadánál már így gyanús volt, hogy biztos ezt ajánlotta a Liczkai, de hát ő mondta, biztos a végén van a lényeg. És végigolvastam, és egy nagy szar volt az egész, vagy lehet, hogy valakinek tetszik, de szellemek, meg hát hülyeség volt. És utána találkoztam Liczkaival, és kiderült, hogy egész más nevet mondott, csak minden izlandi név ugyanúgy hangzik. Ugyanúgy az a vége, nagyjából meg számítani. Egy teljesen random könyvet elolvastam emiatt. Én nem szabad olyan emberekbe bízni, akik olyan városban laknak, aminek az a neve Reykjavik, szóval nem. Én is voltam így, hogy Gergő ajánlott nekem könyvet, de nem is nekem, konkrétan úgy volt, hogy egy interjúban, igen, egy interjúban azt mondta, hogy a kedvenc könyve az Dragomán Györgytől a Mágia. És mondom, ez annyira nem rossz, BP. Nem, ez. És azt mondta, ez a kedvenc könyve. És elolvastam, és azt mondom, nem rossz könyv, de elolvastam a Fehér Királyt, és nekem hát nagyságrendekkel jobban tetszett. Szerintem meg... a Fehér Király jobb, és rövidebb. Hát, maga az egész szerintem, na mindegy, jobban tetszett nekem. Én meg arra szavazok, hogy az Oroszlán kórus az aztán mind a kettőt megveri. Olyan kurva műveltek vagyunk ma érte. Megkérdeztem Gergőtől, hogy akkor hogy van ez, hogy akkor tényleg ez tetszett neki a legjobban, és mondta, hogy hát általában úgy van ezzel, hogy aktuálisan, amit olvas, azt mondja, hogy az a kedvenc könyve. Aha. Tehát ez ilyen picit megtévesztő tud lenni, hogyha valamiről azt mondja, hogy kedvenc, ez nem 100%, hogy az. Aha. Ez olyan, mint hogy megkérdik, mi a kedvenc színem, csak most arra nézek, ott van egy fenyőfa, a zöld. Ja, mind a... Tőlem megkérdik, hogy ki a kedvenc nőm, és akkor azt mondom, hogy a felesége. De gyaloggalóban volt ez, nem? Amikor kérdezték, mi a kedvenc színed, a kék. Ja, nem. Igen, abban volt. Ez nagyon vicces film volt. Szóval azt mondod, hogy az Oroszlán kórus az nagyon jó? Azt ajánlanád, de... Igen, az egy novellás kötet. Uh-huh, uh-huh. Miről szól? Mi a témája? Oroszlánok, akik énekelnek kórusban. De nem túl jó. Kánon. Vannak hím oroszlánok, meg nőstény oroszlánok. Szopránok, meg... Basszus. Nem igazából... Szinte mindegyik novellát elmesél egy fiktív személy, egy fiktív karakter, mondjuk egy testépítő, vagy egy kislány, és akkor nagyon így eltalálta a Dragomán György, hogy azon a hangon szólal meg, ahogy így elképzeled, hogy tényleg beszél egy kislány. Mindenki, hát szinte mindegyikben szerepel hangszer, ezért is kórus, de hogy mindenki mondja a magáét, valahogy így határozta meg, ezért oroszlán kórus. Ugye arra használjuk, amikor összegyűl sok, hát legyen részeg ember akár, és mindenki üvölti a saját igazát, és senki se hallja a másikat. Aha, érdekes. Engem érdekelne, hogy mit mond például egy testépítő kislány, hogy... Igen, ennyire nincsen árnyalva, hogy akkor legyen az jó lenne. Egyedi hangja van neki. De Péter, te mit olvasol? Én képregényeket olvasok. És melyik? De jó, a Turkin is azt olvastál mindig tableten. Igen. Most ezekre rászoktam. Egy, hogy nem tudom, olyan kevés időm van olvasni, hogy nem tudok belebonyolódni egy nagyobb regénybe, mert akkor az mondjuk egy évet, másfelet elvenne, olyan kevesenként tudom csak fogyasztani. Képregényekből meg most tényleg nagyon, nagyon sok jóval találkoztam, mert én is online szedegetem őket, megveszem amúgy, nem csak letorrentezem, és van pár tényleg csodálatos dolog, úgy gondolatban, mint ahogy képileg meg vannak alkotva, nem csak a rajz, hanem maga az elhelyezés, meg az egész világ, hát csodálatosak. De most a magyar kiadók is nagyon rákaptak erre, tehát nagyon sok jó képregényt lehet venni magyarra fordítva, mint például a Sandman, ez egy csodálatos gyűjtemény, vagy a Watchmen. De nincsenek akkor Magyarországon készült ilyen nagyon jó képregények, amiket szeretsz? Van nagyon sok Magyarországon készült képregény, inkább ilyen kisebb kiadók, meg limitált számba pár. Van az a Nyugat versus Zombik, ami elég szórakoztató volt.
Én Kis Ádámnak megvettem születésnapjára ezt a Nyugat versus Zombikot, de mielőtt odaadtam volna, elolvastam otthon. Úgyhogy én így szoktam születésnapi ajándékot venni. Most nem hallok benneteket. Igen, csak azt mondtam, igen. Hogy természetesen én is úgy veszek könyvet ajándékba, hogy elolvasom. Úgy olvasom, hogy nem nyitom ki teljesen, hogy ne látszódjon, hogy el van használva. Pontosan, szakértői vagyunk ennek, hogy ezt úgy kell olvasni, mert ha megtöröd, akkor az gyanús. Akartam kérdezni Péter amúgy, hogy neked ki a kedvenc ilyen képregény karaktered, vagy kik a kedvenceid, mert hogyha ilyen szakértője vagy, kíváncsi vagyok. Hát igazság szerint gondolom, most inkább a szuperhősökre gondolsz. Akit is ismerhetünk. Akkor igen, inkább legyen azok, akiket ismerhetnek, vagy akikkel gyakrabban lehet találkozni. Ugye van két nagyobb világ, a DC meg a Marvel, de aki filmeket néz, az is tudja, tehát nem kell a képregénybe ezért elmerülni. És szerintem az egyik legszórakoztatóbb a DC-től, nem is Superman, akit te mondtál, aki tényleg egy ikonikus karakter. Sőt, ha jól tudom, a Superman első száma volt, ami a legdrágábban elkelt, mint képregény, egy darab füzet, ugye. $3 millió kelt el egyszer az IBN, talán 10 pár éve, amióta ugye csak nőtt az ára. De lényeg a lényeg, hogy szerintem Batman a legszórakoztatóbb, ugye ő az, akinek, az a szuperhős, akinek nincs szuperképessége, de nagyon jó detektív regények születnek által, nagyon jó átgondolt sztorik, és azért könnyű szerintem Batmanre jó sztorikat írni, mert ő egy ember, és akkor könnyű nagyon halálos ellenfeleket találni neki, míg Supermannek, ugye hiába van neki egy gyengéje, a Krypton, vagy Kryptonit, ettől függetlenül akkora hatalma van, hogy nehéz megszorítani. Igen, hogy durva, hogy Batmannek minden lehet a gyengéje, hogy Batmannek egy autóbusz is lehet a gyengéje, hogyha rossz pillanatban lép le az úttestre. Pontosan, igen, Superman meg oda se kell nézzen, azt a busz tönkre megy. Pontosan. Ha neki megy, ugye. Tehát, és a Marvelből ki jön be igazán? A Marvelből pedig nem is karaktert mondanék leginkább, hanem csapatot, ugye az X-Men. És miért tetszik nagyon-nagyon az X-Men? Tudom, hogy X-Men volt, amit kidobtál a kukába, hát nem minden sztori közülük se. Csak maga az elképzelés, amire az egész fölépült, ez az elnyomottság. Tehát míg a legtöbb szuperhősnél azért ott van az elismertség, például a Superman, hogy ő mindig segít, mindig jó. Persze vannak sötét oldali Batman is, hol szeretik, hol nem, meg Pókember is, de az X-Men kimondottan az, aki mindig ki volt torva a perifériára, ők azok, akiket kitől féltek, akiket megvetettek, ha segíteni akartak, akkor is ugye inkább elzavarták őket, és maga ez a elképzelés, ugye, hogy ők segítenek, de mégis takarodjatok innen, erre is nagyon sok jó sztorit lehet írni, meg a világ ez így, szerintem nagyon érdekes. Amúgy szuperhős, ilyen nagyon sokat rögtünk TS-szel, mert TS elkezdett nézni egy szuperhős filmet, úgyhogy tudta, hogy az egy szuperhős film, hogy elkezdte nézni a Logent, és akkor nézi, hogy van ez az alkoholista, szimpatikus figura, ilyen Hugh Jackman, ilyen hosszú haja, ápolatlan, a jövőben játszott. Kurvára meglepődött, mikor így előjöttek az ilyen karmai neki, hogy az nem gyakori alkohol. Azt képzeld el, Péter, hogy a múltkor beszéltünk Bukowskiról, és az a világ, tudod? És mondom, na van egy ilyen film, ami arról a világról, hogy megy haza részegen, valaki belékötnek, akkor bunyóznak, akkor mondanak nagy bölcsességeket, iszogatnak, és erről fog szólni ez a film. És ping! Előjönnek a karok a kezébe. Na, hát ilyen nem volt a Bukowskiban. Hát mi a rák ez? Nagyon jó. Igen, a Logan az érdekes film volt. Ja. Hát az egyik legfelkapottabb karakter az X-Menből, de a Marveltől is az a rozsomák. Ugye, akit most inkább farkasként ismerünk, de eredetileg a Wolverine, az amit lefordítottak, az ugye rozsomákot jelent, ami egy ilyen nagyon mérges, agresszív kis állat, tehát inkább találó, mint a farkas a karaktert nézve. Őt nagyon szeretik sokan, igen. Az egy erős. Én is szeretem, amikor nem jönnek elő belőle a pengék, addig szimpatikus. Ha nem csak úgy issza az alkoholt, és így vidám. Ha nem csak úgy el van, jön, megy, ne kössenek belé. Ja. Abból baj.
Ja, hát nem tudom, lassan egy órája beszélgetünk így. Tudom, amit te ajánlottál nekem, nem tudom, hogy a beszélgetésünkbe vagy. Figyelj, nem kell elhúzzuk, akkor tényleg ne legyen ez nagyon hosszú, ez a beszélgetés. Nem, azt akartam kérdezni, még szerintem beszéljünk arról most így aktuális, hogy a húsvétot hogyan fogjátok most így ebben az új helyzetben ünnepelni, valamivel készültök? Azért mentem a Spárba, hogy vegyek sonkát, és ugye vettem tojásfestéket is, csak nem vettem tojást, úgyhogy lehet, hogy... Igen, az vicces volt azon rögtön. Még egyszer el kell menjek a Spárba. Tudod, mi a megoldás? Tojás volt és tojásfesték, nem? És aha, akkor főztem, és a hagymának a héját nem dobtam el, és aha, azzal fogunk. Ó, az nagyon szép tud lenni, főleg ha letépsz egy pár ilyen érdekes mintázatú kis virágot, vagy levelet, azt aláteszed, és akkor ugye kirajzolódik a mintája. Mondtad, igen, Péter, igen, hogy amúgy nem tudom, mikor beszéltük, még nem volt ez az egész helyzet, és mondtad, hogy olyan jó lesz, mert ez lesz az első húsvét, hogy mentek Bálinttal locsolni. Ugye? Nem, nem. Ez a második, ez a második húsvét, ahol locsolunk, mert aha, tavaly a kislány találkozni a játszótéren, meg néha átjöttek hozzánk, meg mi is voltunk náluk, és hatalmas élmény volt, Bálintnak is szereztünk ilyen kis kockásséget, pont mert nekem van, kis farmerbe, meg ugye a nagy farmerbe elindultunk kézenfogva, hát imádtam, oda volt a vért, annyira kis aranyos volt. Idén hogy lesz ez? Hát idén nem megyünk locsolkodni, ugye, mert maradj otthon van, hashtag maradj otthon, de ettől függetlenül megpróbáljuk feldobni picit a húsvétot, nem tudom, mennyire hallatszik ki a szobán kívül. Hallatszik. De itt van egy ilyen nagyon kis apró kis kertecskénk, ez ugye egy társas ház, de közös a kert, és nem nagyon használják a szomszédok, és azt tervezzük, hogy oda rejtegetjük el a kis húsvéti csoki nyuszit, meg a kis húsvéti csoki tojást, meg a ilyen-olyan dolgokat, és akkor kimegyünk, az mekkora móka lesz, hogy majd vasárnap megtalálják. Nek hát ugye a szokásos reggeli, húsvéti reggeli. Mikor tervezitek elrejteni? De lehetődnek, hogyha vasárnap hajnalban ott lesz az autóm az utcátokban. Semmi, egy szomszédhoz megyek. És ilyen csoki kómába fekszel ott, érted már? Azt tanulom. Egy hétre és egyből elfogy, én nem értem. Péter, rejts el nyugodtan készpénzt is, ékszereket, de zavarja. Nem akarod, Péter, már holnap délután elrejteni, csak hogy biztos legyen? Jó, fantasztikus helyek lesz, 25 fok lesz, úgyhogy nyugodtan elrejtheted. Nem fog esni az eső. És ti ezt te mit fogsz csinálni? Nagyon durva dologba fogom vágni a fejszémet, úgy néz ki, minden jel arra mutat, hogy ha nem is holnap, de holnap után kalácsot fogok sütni. Tettünk mi is sonkát, meg minden, de ugye van ez a kovász nevelő láz, és akkor én is, Bori elkezdte, azt átvettem én is egy adagot. Ő most egyébként kenyeret süt, vagy dagaszt, vagy valami, úgyhogy nagyon várom, és akkor én bevállaltam, hogy akkor kalács. Fogalmam sincs, hogy kell, de Szabi a Pék elmagyarázza egy YouTube videóban, és akkor holnap fogom ezt megnézni, holnap lehet, hogy csak dagasztok én is, csak szombaton sütök, fogalmam sincs, mi lesz, de ez lesz a programom. Szabi a Pék elmondja Szabi a humoristának. Igen. Én a Porthubot nézem, de még nem tudom, hogy azt fogom-e csinálni, amit ott látok, de mindenesetre megnézem. Lehet, nézd meg azt húsvétkor, ha már nagy ünnep van, a vörös tojás, ez a... Piros a tojásom, segítsétek! Nyulak vannak a kertemben. Ez a... Rossz kislány voltam, büntes meg. Igen. Jézus, értetek is, szenvedett a kereszten. Nem tudom. Még mindig a Pornhubról beszélsz, vagy ez egy másik téma volt? Nem tudom, Péter áttért egy... Megmutattad az elején? Megmutattad, persze, a Monyótól az American Beauty tiszod. Ittam én olyant, és nem szokott ilyeneket kihozni belőlem. Ilyen hatása. Nagyon vicces az üvege ennek. Nagyon dolgoztak rajta. Na, szerintem ismét mondjunk be egy kódot, azért, mert aki megnézi ideig a videót, az posztolja ezt a kódot, és aki nem nézi meg, az csak posztolni fogja azt a kódot, mert azt hiszi, hogy megint lehet nyerni, de most nem lehet nyerni,
Tehát azok, akik megnézik idáig és posztolják a kódot, se szegedhetik azokat, akik nem nézik meg, csak posztolják a kódot. Én ezt a összetett dolgot. Nagyon jó. Igen. Viszont van az, aki előre tekeri, vagy hátra tekeri a végre, csak a kódot nézi meg. Uh-huh. Lehet, hogy mikor bemondjuk a kódot, például most, mindjárt, akkor már elmondtuk azt, hogy nem lehet ezzel nyerni. Hogy ő is fogja de akkor innen következik a hamis befejezés, tehát akkor ezzel a kóddal lehet nyerni. Ezzel a kóddal lehet nyerni dolgokat, és Péter nagyon jó kódban, Péter mondjon egy kódot. Várjatok, én mondok még egyet, írják csak be a kódot egyszer, azt nem lehet nyerni vele. Írják be, azt lássuk, hányan írják be. Minél többen beírják, annál jobb. Minél kevesebben, annál rosszabb. Azt nem lehet nyerni vele, csak írják be. Igen. Azt lehet nyerni, hogy nem lehet nyerni. De mi a kód, Péter? Csinibaba 52. A nyertes kód. Engem is megleptél ezzel. Megint vártam 2 betűt és 3 számjegyet erre, meg Csinibaba. A Csinibaba, hogy Csinibaba. Nagy szóval, meg nagy B-vel. Csinibaba. Péter, nem a pornó oldalas a regisztrációs admin nevedet kell mondani. Fogom próbálni. Felmérni. Csinibaba 50. Nagy C és nagy. Szóval ez a kód, írjátok be minél többen, hogy legyen minél többször beírva. Hozzászólásba, üzenetbe, SMS-ben, vagy csak úgy egy papírra írjátok fel. Sziasztok, és kellemes húsvéti ünnepeket! Köszöntünk mindenkit, igen, sziasztok!